leginkább a hadtáp, vagy pedig a repülés irányító. Mindennapos téma a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban a továbbtanulás. A végzősök között vannak olyanok, akik pontosan tudják, hogy mit akarnak, vannak, akik még bizonytalanok. Fehér Alex orvos akar lenni. Jó vagyok biológiából és jó vagyok kémiából, és nagyon érdekel az emberi test és a betegségek, szóval nem akarom elpocsékolni ezt a tehetségemet. Ince Ákost egyaránt érdekli a katonai pálya és a színészet, de mégis a Műszaki Egyetem gépészmérnöki szakára jelentkezett. Azért nem marad Nyíregyházán, mert itt nem talált számára megfelelő képzést. A Nyíregyházi Egyetemen is van gépészmérnöki kar, de ott sajnos nem foglalkoznak épületgépészettel, és ez számomra az fontos lenne. A Vasvári Pál gimnáziumban velük együtt 142-en érettségiznek idén. Szinte minden végzős tovább tanul. A legszélesebb spektrumban jelentkeztek a felsőoktatásba. A műszaki, az egészségügyi, a tanárképzési vonal is megvillan egyébként. Jog, illetve a Nyíregyházi Egyetem különböző szakja is megjelennek a listán. Táblázatban foglaltuk össze, hogy hányan jelentkeztek a nyíregyházi felsőoktatási intézményekbe. A Debreceni Egyetem egészségügyi karára 1384-en jelentkeztek, köztük 635-en első helyen. A január óta már Nyíregyházi Egyetemre jóval többen, összesen 3664-en jelentkeztek, köztük 1928-an első helyen. Megpróbálom megállni a saját lábunkon. Kerülő Judit, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese azt mondta, náluk nagyobb a növekedés, mint az országos átlag. Közel 2000 első helyes jelentkezőnk van. Egy felsőoktatási intézmény életében az első helyes jelentkezők azok, akik a legfontosabb adatot jelzik, hiszen ők valóban ide szeretnének jönni. A második, harmadik helyes jelentkezés is fontos, de azt általában inkább csak ilyen kiegészítő információként használjuk. Közel 2000 első helyes jelentkezőnk van, ez azt jelenti, hogy tavalyhoz képest majdnem 300-zal több. A legnépszerűbb szakok a gazdálkodás és menedzsment, a csecsemő és kisgyermeknevelő szak és a tanítói alapszak. Július 26-án derül ki, hogy kit vettek fel a felsőoktatási intézményekbe.